Vidám kutyusok szaladgálnak és játszanak az elkerített gazdagréti kutyafuttatóban, ahol minden adott ahhoz, hogy jól érezzék magukat és a lakókat se zavarják. Nem mindig volt ez így. Gazdagrét régi problémája volt a kijelölt kutyafuttató hiánya, amely sok feszültséget okozott kutyások és nem kutyások között. Ezt a helyzetet oldotta meg az önkormányzat azzal, hogy két kutyafuttatót alakított ki. Egyiket a lakótelep aljában, a másikat a tetején. Ez volt az egyik legnagyobb probléma a lakótelepen, a kutyások, nem kutyások közötti konfliktus. És erre kezdtünk el megoldást keresni. Több fórumot is tartottunk, volt egy nagy lakossági fórum is, ahova elhívtam az Ebóvó Egyesületet, mert azt gondolom, hogy az önkormányzat nem mindent tudó, nem ért mindenhez szakmailag, és ezért gondoltam, hogy egy hozzáértő szakembert is bevonunk ennek a problémának a megoldásába, és ezt nagyon jól tettük, mert tényleg nagyon hasznos tanácsot adtak, már abban is, hogy hol alakítsuk ki a kutyafuttatót. A lakótelep közepén nem igazán lett volna jó, hiszen akinek az ablaka előtt lett volna, azt igencsak zavarta volna a folyamatos ugatás és a kutyusoknak a jelenléte. Ezért találtuk ki ezt a két helyszínt, és azért kettőt, hogy a lakótelep alján és a tetején élők is könnyen elérhessék. A megnyitó jelen volt az Ebóvó Egyesület, amely szakmai tanácsokat adott a kialakításhoz. Szerintük a kutyafuttatónak fontos közösségi szerepe is lesz. Ez a kutyafuttató egy kiváló példája annak, hogy egy új közösség születik. Ez a kutyafuttató alkalmas arra, hogy ne csak a kutyák rohangáljanak, hanem a gazdáik is jól érezzék magukat. Ez egy közösségi tér. Itt cserélődik ki a legtöbb információ a kutyaneveléssel, kutyatartással kapcsolatban. Tehát nagyon fontos, hogy ez a tér alkalmas legyen erre az agóra funkcióra, erre a fórum funkciójára is. A területet a többség szerint szerencsésen választották ki. Könnyen megközelíthető, szép helyen van, ahol a fák árnyékot adnak, és van elég hely az ebeknek. A Kutyás Egyesület tervei alapján a futtatóban akadálypályát helyeztek el azoknak, akik fejleszteni szeretnék kedvenceiket. A gazdikat padok várják a pihenéshez és beszélgetésekhez, akiknek természetesen kutyapiszok gyűjtő szemetes és zacskó is a rendelkezésükre áll. A futtató nagy előnye a zsilipes ajtó, amely megakadályozza a kutyák kiszökését. Az egyesület vezetője szerint ezután már csak arra van szükség, hogy megőrizzék a hely szépségét, tisztaságát. Azt a szempontot tartottuk szem előtt, hogy mindenféleképpen egy működő, hosszú távú közösségnek adjunk teret, hozhassunk létre, és egy békés együttélésnek a példaértékű közösségét alkothassuk meg. Ez természetesen nem egy olyan dolog, hogy odaadjuk és kész, ezzel foglalkozni kell, ez egy felelősséget ró az önkormányzatra, az Ebóvó Egyesületre egyaránt, és a gazdikra is. Nagyon fontos, hogy ennek a kutyafuttatónak, ennek a közösségnek egy olyan élete legyen, ami jól működik, és hogy ebben az önkormányzat minden segítséget megadjon a kutyatartóknak.